A nagynevű magyarországi klub a Győri Eto mellett Ferencvárosi és Csepeli ifjú tehetségek is eljöttek a hazaiak mellett, hogy megmérkőzzenek az itteni kortársaikkal. A 2000-2005 közötti korosztály küzdelmeinek két helyszín a Bányai János Műszaki Kollégium sportterme és a Városi Sportcsarnok adott otthont. A péntektől vasárnapig tartó torna három kategóriában zajlott, mindenikben 8 csapat nevezett. A második ízben tető alá hozott kupán összesen 24 csapat mérte össze tudását, a székelyudvarhelyiek is jól szerepeltek. A junior 3-as kategóriában a székelyudvarhelyi ISK kapusa Bálint Anna bizonyult a legjobbnak. Remekeltek a Győri Eto játékosai, akik az ifi 4-esek között a legjobb kapus, a legjobb játékos és a gólkirályi címet is elhódították. A szervezők úgy értékelik, a Budvár Kupa a városban egy fontos sportesemény, hiszen ennyi ifi kézilabdás csak ezen a tornán mérheti össze felkészültségét, tudását. Olyan csapatok gyűltek össze, mint a Ferencváros, a Győri Eto, illetve Rümnökülcsi, a Marosvásárhely, akik egyesek a magyarországi bajnokságot uralják, a mások a román bajnokságban nyernek érmeket, és mindenféleképpen ez a székelyudvarhelyieknek, illetve a környékbeli lányoknak ez egy felzárkozási lehetőség, és megláthatjuk, hogy milyen szinten állnak. A tornát a székelyudvarhelyi ISK, a székelyudvarhelyi női kézilabda klub, valamint a Hargita megyei kézilabda szövetség közösen szervezte. A hétvégén zajlott még egy olyan esemény, amely azt szavatolja, hogy van jövője ennek a sportnak Udvarhelyen. Győr után itt a városban is aláírta a Győri Eto KC és az ISK azt a szerződést, amely arról szól, hogy Udvarhelyen az iskolás sportklub égisze alatt elindítják a világklasszis Görbic Anita nevét viselő kézilabda iskolát. Az Eto KC elnöke Kelecsényi Ernő azt mondta híradónknak, úgy látja, az utánpótlás nevelési bázisukat Székelyföldön kitűnően tudják kamatoztatni, a város pedig erősebben. Azt hiszem, hogy ez a megállapodás teljes mértékben beleilleszkedik a klubunk filozófiájában, ami az utánpótlás neveléshez kapcsolódik, hiszen szeretnénk azt a bázist minél jobban szélesíteni, akivel együtt dolgozunk, és ezen keresztül folyamatosan figyelve a munkát kiválasztani azokat a tehetségeket, akik, ahogy elhangzott itt az alpolgármester úr szájából is, majd később minőségi játékosokká válhatnak. Székelyudvarhelyen nagy népszerűségnek örvend a kézilabda, a most induló iskolában közel 200 fiatalnál kezdik el a munkát.